Az országban egyedülálló módon minimum jövedelmet adna a Zuglóban élőknek az önkormányzat, erről Karácsony Gergely polgármester beszélt a hvg.hu-nak. A tervezet szerint minden zuglói háztartás egyfőre jutó jövedelmét nagyjából 26 ezer forintra egészítenék ki. A kerületben a baloldal támogatásában nyert polgármester a szocialisták tiltakozása ellenére nemrég fideszes alpolgármestert választott maga mellé. Most a Fidesz és az MSZP is támogatja a javaslatot. Egy évvel ezelőtt így örült az ítéletnek a hat zuglói hajléktalan. 3 millió forintot ítélt nekik a bíróság, miután még 2011-ben itt az Egressi út és a Francia út kereszteződésében álló kunyhóikat eldózeroltatta a 14. kerületi önkormányzat. És így örült a választási győzelmének Karácsony Gergely októberben. A fideszes Papcsák Ferenc után a Párbeszéd Magyarországért politikusa lett Zugló polgármestere. A hvg.hu-nak adott interjújában most arról is beszélt, változtatna a hatályos önkormányzati rendeleten, ami miatt szerinte a hajléktalanokat szabadon lehet vegzálni a kerületben, de máshogy is segíteni a szegényeket. Ez egy kicsit provokatív ötlet. Az önkormányzat minden rászoruló zuglói lakosnak jövedelemkiegészítést adna, vagyis bevezetnék a minimum jövedelmet. A cél, hogy a fizetésekkel, állami segélyekkel együtt az egyfőre jutó jövedelem elérje a körülbelül 26 ezer forintot. Egy rászoruló négytagú családnak például 100 ezer forintra emelnék a bevételeit, ha valaki egyedül él, annak 26 ezer forintra. Ha valakinek semmilyen bevétele nincsen, és eljön hozzánk, akkor kap tőlünk 26 ezer forintot cserébe. Azt várjuk el, hogy a családsegítő központnál például munkahelykeresésben, továbbképzésben részt tudjon venni. Hogyha van mondjuk 20 ezer forint valamilyen segély, akkor pedig 6 ezer forinttal kiegészítjük a jövedelmét. Karácsony Gergely szerint erre lehet elegendő pénze az önkormányzatnak. A fideszes alpolgármester szerint támogatható a javaslat, ha a rendszer átalakítása után a rászorulóknak nem lesz kevesebb a pénzük, mint eddig. Fontos kiemelni, hogy ezt jobb, hogyha nem fizetésként említjük, hiszen akkor járulékfizetési kötelezettségünk keletkezne, annak, aki kapja, annak pedig jövedelemadó fizetési kötelezettsége. Természetesen ez is egy szociális ellátási forma lesz. A zuglói MSZP is támogatná az elképzelést, ami februárban kerülhet a közgyűlés elé.